Mondom, ősszel ilyenkor ez már tele van súlyommal. Lehalázták volna, vagy? Nem, és jó, mert azért hoztam a kamerát, hogy a tavaszihoz képest fölvegyem azt, hogy milyen, amikor ezt az egészet benövi a súlyom. Jó, igen. Na, ezt hívják úgy, hogy frankfurti leves. Vadvirágos zöldrét. Egyébként tényleg közelben volt egy olyan szituáció, hogy a kutya kiugrott a kenúból, mert azt hitt, hogy tüvön van. Hello, kacsa! Nem lassítok, csak azért sem. Ezt hiányoltam idén, valaki egy kicsit rángasson már meg a lepedőt ez alatt a kajak alatt. Súlyom, bázd meg, súlyom. Na, darázs, hiányoztál ide most kurvára. Tényleg, baszódj meg. Nem szorulás, ez erőködés. Yeah.
ez a vendégmarasztaló, ez a kisebb a madarak szemmel látok, amit feltalálták magukat, hogy mire, jó, mire is jó ez a csúszda. De össze van szarra, basszus. Na, ilyenek nem szoktak erre lenni, ilyenek csak az abátszalókiban vannak. Nem is tudod a baj, érted, mert ezek a motorizált ladikok, ezekkel semmi baj nincs. Ilyenekkel van baj, ilyen jetskikkel, meg az ilyen mini jachtokkal. Tehát tengerre valók, tehát abszolút nem erre a környékre valók. De bejöhet, tehát kitiltva nincs, mondom, ilyen gentleman agreement van, hogy az összes ilyen fasz, azért az abátszalók medencében emberkedik. És nem pedig itt. Jó napot! Na, az már ott Baradúr, mármint a jobb oldali, már bal oldali az a templomtorony. Hello! Hát végre, sziasztok! Félemetes mi van egyébként? Kiselek nyomozott egyébként. Én nagyon büszke vagyok rátok. Tényleg a szívembe vagytok zárva szakmailag. Hello! Most nézd meg a parasztot. Gyakorlatilag beszorított a nádasba. Fékezés nélkül. Kivel a kis kiszám. Hát ott vannak a tavak, bazd meg, ott kell csapatni. Hello! Hogy bírjátok ezt a sok csónakot? Sok motorost? Direkt az más.